Eljött idén is a Red Company Downhill országos bajnokság, amit 10. alkalommal rendeztek meg Eplénben. Az óriási hazai mezőny mellett külföldi riderek és természetesen a DH School tanulói is megmérettették magukat. Lesznek nagy meglepetések, bukások, időjárási viszontagságok és persze a várva várt hajvágásra is sor kerül ebben az epizódban. Az országos bajnoksága évünk egyik legfontosabb versenye. Mindenki igazából, akinek van bármiféle első átsó vagy első teleszkópos bicikléje, az itt megjelenik. Reméljük, hogy a videósorozatok által sok nézőhöz eljut a downhill, és egyre többen megismerik. Ugye az országos bajnokságra is évről évre egyre több nevező van. A szervezők azok minden évben nagyon kitesznek magukért, most sincs ez máshogy, élő közvetítés, kategória bővítések. Úgyhogy minden adott egy nagyon izgalmas verseny hétvégéhez. Az edzések már pénteken megkezdődtek. A pálya nyomvonala nem sokat változott az elmúlt évekhez képest. Sok-sok kanyargós rész, gyökeres rézsű, szuper gyors lefelék és jó pár ugrató. Vannak elég sketchy formák, este esett egy tök jó eső, azért a pálya jobban összeállt. De fúj a szél is. Ragyogó napsütés van, és egyre jobban száradja a pálya. Amikor én versenyeztem, nekem a páros év volt a mumusom az OB-kon. Sérülések és minden nehézség ellenére azért 4 országos bajnokságot sikerült megnyernem. Ebből egy junior, 3 elit országos bajnoki cím, ami pedig az idei 10. jubileumi OB-ra külön érdekesség, hogy 3 országos bajnokságot egymás után még senki nem nyert, és Marcel ugye az elmúlt 2-t megnyerte, jó eséllyel ugye pályázik most a 3-ra, meglátjuk. A szombati napra Ati segítségével mindenki bicója versenyképes állapotba került, a riderek az utolsó edzőkörökkel készültek a délutáni időmérőre. De a versenyélmény nem lenne teljes a nyers felvételek nélkül, ezek adják vissza, hogy milyen élőben a pálya mellett állni, úgyhogy következzen egy kis edzés row. Jó vagy? Persze. Nem lesz dobogó. Itt az még. Dobjuk. Jaj, de jön a bomb! Sziasztok! Olé! Mit csinálsz? Úgy néz ki, hogy az időmérők azok még jó időbe fognak lezajlani. Holnapra már mondják az esőt, valószínűleg a döntőre meg fogják kapni a srácok. A teljes edzés az száraz időbe zajlott, az lesz a legjobb, aki a legjobban tud alkalmazkodni. Ott egy kicsit megpihen. Itt azon a balosan. Országos bajnokságon már nem is tudom, hanyadik éve mindig száraz körülmények között zajlott az egész verseny hétvége. Sok mindenki pislogni fog, meg valószínűleg össze fog menni a Rudi emiatt. A srácok egyébként kitesznek magukért, hozzák a szokásos hangulatot, tehát óriási a depó hangulat, ezért is nagyon szeretjük például az OB-t, és ezért is nagyon sokan jönnek el mindenhonnan, mert ilyenkor gyűlik össze az egész kerékpáros társadalom. Szombat délutánra mindenki a rajthoz állt. Indultak a mért kvalifikációs körök. Hogy csinálja meg? Oda is megmondta, ez az óriási pressza jön lefele. Kicsit megúszott a hátulja, és átveszi a vezetés, sőt, remek idő eredménye 2-0-1, 410-re. De nem biztos, hogy sokat vesztett vele. A DVTK versenyzője. Hát volt kitől tanulnia, hiszen együtt biciklizik Ferenci Marcival, van egy picikét úr. Kérdés az, hogy meg lesz az együtt tartott idő. Nem az, hogy meg lesz, 1.54.876.000. Bár ez még korán sem az éles megmérettetés, már így is olyan hangulata volt az egésznek, ami igen ritka a sportesemények között. Az időmérőről beszélünk, ez nem a döntő, ez kérem tisztelte az időmérő futam a kvalifikáció. Justin Bieber, rakja a küldön! Megyek a csinál!
Óriási élmény volt egyébként így kommentátori székből, meg így live végignézni az egészet. Edzőként megélni azt, hogy a saját srácaidért izgulsz, és te nem vagy ott, nem versenyzel, de mégis ugyanazt a gyomorgörcsöt érzed, ez egy óriási élmény. Köszi srácok, tényleg, le a kalapa mindenkinek. Lettek pozitív, meg negatív élmények is ezzel kapcsolatban, de hát ez kell, mert ugye ebből tudunk majd építkezni a jövőbe. Azért Baránnak elhúzott tőlünk, de igyekszünk egy kicsit a orra alá pörkölni, majd meglátjuk, hogy mi sikerül belőle. Nézzek, látod honnan kezdve a féktávon? Ja. Ő onnan jött le, lehetett látni. Hát ugye cél, hogy a Baráneket megfogjuk, ugye Marcel most az időmérők alatt nem maradt el olyan sokkal. Ő már ott tud lenni a világkupa élmezőnyben, első 30-40 már nyert Európa kupát is, tehát nagyon magas színvonalon űzi ezt a fajta sportot. Vele szeretnénk lépést tartani. Marcinak úgy gondolom fel van adva a lecke, de képesre. Na hát a versenynapra érkezett egy plusz vendég is, akit senki nem várt szívesen, az eső. Megjött az eső, és most rakjuk fel a sárgumikat. És ha eső van, akkor bizony sár is, ami igazán tréfás tud lenni egy-két szakaszon. Igazából az élő közvetítés miatt nekem elég jó rálátásom volt erre a szakaszra, ahol most vagyunk, és itt majd Marcellal beszélgettünk egy kicsit, hogy ezen a szakaszon én úgy láttam, hogy viszonylag sokat kapott. Most átbeszéltünk itt két kanyart is, meg két féktávot. Remélem, hogy a döntőbe közelebb tudunk érni hozzá. Utolsó körökben így megpróbálunk versenytempóba menni, meg hogy így érezzük már a pályát. Nézzünk olyan lányokat, amik talán jobbak esőbe. Én csak a dupla léptetőnél vettem észre, ott a Bánhill kanyarnál, hogy a gyökerek csúsznak. Gyökerek csúsznak? De most ebben a körön már egész jó volt. Hogyha lemegyek így a pálya vége felé és ordibálok nektek, mint a hülye, akkor az segít nektek abban, hogy gyorsabban menjetek? Kedvelem az, hogy szurkol mindenki, mert olyan jó önbizalmat ad. Aha. Még gyorsabb vagy a pályán vele. Az első nagyobb izgalmak az U17-es mezőny startjánál kezdődtek. Az egész döntőfutamot a közvetítő kocsiból néztem, mint szakkommentátor, ezért is nekem nagyon izgalmas volt. Val az U17-es kategória egyik nagy bajnok esélyese, ugye Füzesi Dani volt, sajnos elesett az egyik kanyarba már a pálya vége fele. Füzesi Dani elcsúszik a szedresben! Viszont ami külön öröm, hogy Regényi Levi meg tudta nyerni az országos bajnokságot az U17-es kategóriába, hála Füzesi Dani hibájának. A hangulat az nagyon jó volt, nekem sokkal jobban tetszett, mint mondjuk egy ilyen külföldi versenyen. Nagyon jó a magyar szurkolótábor, láncfűrészek, pálni csattogás, minden volt. Szerencsével, de a magyar mezőnyt azt megnyertem. Köszönöm a családomnak és a csapatnak a támogatást, és Liszi Attilának a felkészítést. A következő etap a junior versenyzőké volt, itt is sok a downhill schoolos esélyes. Top 5-be szeretnék bejutni, tegnap időmérőn negyedik lettem, magyarok közt harmadik. Sokat változott a pálya, megpróbálom. Na itt vagyunk a startba, a pálya elég sorosra sikerült, most így az idő miatt aztán ki tudja mennyit szárad. Hát reméljük a legjobbakat minden junior kategóriás ridernek. I'm gonna change.
kategóriában Bakson Andi, ugye egy kölcsönbringával teljesítette a hétvégét, ami nem is rá volt beállítva, és nem is az ő mérete ez a kerékpár, és mégis be tudta hozni második helyen ezt a futamot. Itt jött vissza az óriási rutin, ami van neki, hogy nagyon sokat bringázik, és szélsőséges időjárási körülmények között is nagyon sokat megy. És juniorban ismét bajnokot avattunk. Cserési Patrik címvédőként állhatott oda újra a dobogó tetejére. Most értünk le az eredményhirdetésről. Sikerült junior kategóriában az első helyezettet elérnem. Hárman voltunk így egymásnak fő riválisai. Füzesi Matyi, Cseh Martin és én. Szombaton azért jobban éltem a pályát. A por jobban fekszik nekem, sokkal jobban szeretem, viszont így a saras pályán is sikerült megállnom állját. A hölgyek is rajthoz álltak. Ebben a kategóriában nagy meglepetésre nem volt címvédés. Vince Lizinek sikerült maga mögött hagyni az összes magyar lányt. A hangulat egyre pörgősebb lett, az időjárás viszont egyre romlott. Pedig a nap legfontosabb futamai még hátra voltak. A következő az elit kategória. Mai napon már egyszer leszakadt az ég, de kisütött utána a nap, valamennyire felszáradt a pálya, de most megint dörög az ég. Én jelen pillanatban száraz gumival megyek, mert az előrejelzésben úgy volt, hogy nem fog esni, de viszont a felvonóban lehetett látni, hogy három völgynyivel szakad az eső. Azért ez az OB, ez így mindenféleképpen ilyen rekorddöntő volt, tehát rekordnevezés volt, rekordszinten kopott szét úgymond a pálya, úgyhogy ez alkalmazkodnunk kellett. Meg ugye volt ilyen élő közvetítés, ami nagyon király volt. Akár szombati időmérőről vissza tudtad nézni a körödet, tök jó vissza lehetett követni, hogy ki mit ment. Úgyhogy magyarok között most harmadik lettem, fél másodpercre voltam a bajnoki címtől. Tudom, hogy hol ment el az a fél másodperc, de úgy örülök az eredménynek. Sajnos a döntő körömbe kimentem a pályáról, és így elpúszott a bajnoki címem, és a 8. helyre értem be. Nagy cél lett volna megint megvenni a baraneket, mert szerintem sikerült volna, de nem szomorkodunk ezzel a helyezéssel, mert jövő héten lesz kapásból egy Európa kupánk, meg egy Európa bajnokságunk, rá egy hétre meg egy világkupa, és ott kell jól teljesíteni. 06. Elképesztően izgultam, tényleg nagyon-nagyon izgalmas volt. Láttam, hogy mindent tökéletesen megcsinált abból, amit megbeszéltünk, és tényleg jól indult a köre, nagyon gyorsnak ígérkezett. Sajnos ott van az a mumus, benne volt a hiba, kiesett a pályáról, elesett. Annak azért örülünk, hogy a végén jött egy leggyorsabb időt, a split után. Külön gratulálok Palotai Gabinak, aki rutinból le tudta hozni ezt a futamot, és annak ellenére, hogy nem igazán készült az idei szezonra, ott lenni az elejébe, és végig stabilan bringázott az egész hétvégén. Elképesztő tényleg, ami ott történt, nem jött össze majd legközelebb, de most már a haja tényleg le lesz vágva. Gyönyörű leszel, barátom, gyönyörű. Húj, de gyilkos innen, baja. Büszke vagyok a srácokra, sikeresen teljesítették a hétvégét, már aki. Tartsatok velünk legközelebb is, lesznek még izgalmas kihívások, hatalmas bukások, és még ki tudja mi.
Na így végre mindenki megkapta a nekijáró díjat, ezzel búcsúzunk is, ne felejtsetek el követni minket és feliratkozni, a támogatást pedig köszönjük a Red Company-nek.